Most még nehéz elhinni, de jövő tavasszal az itt látható száraz meder helyén horgászni, csónakázni is lehet majd. Az 1,2 millió köbméteres harangodi tározót 1979-ben Nagykálónál a kálai főfolyás súlypontjában alakították ki. Elsődleges feladata a belvíztározás. Helyreállítására azért volt szükség, mert az elmúlt 40 évben jelentős mennyiségű iszap halmozódott fel benne. Emiatt nagy mértékben csökkent kapacitása, és a vízminőség is jelentősen romlott. A tározó mellett a kálai főfolyás kritikus pontjait is helyreállítják, biztosítva ezzel a térség alapvető vízgazdálkodási feladatait. A felújítási munkálatokat a Felső-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság az Országos Vízügyi Igazgatósággal konzorciumban végzi. A tájékoztatón az is elhangzott, minden olyan beruházással, melynek a vizek helyben tartása a célja, a jövőnket alapozzuk meg. A nyílség ilyen szempontból az ezüstérmes, tehát itt is óriási vízhiány van, ami a felszínalatti vizeknek a túltermelését is okozza, illetve a felszínalatti vizeknek a jelentős mértékű fogyását. Ugye egy köbkilométer víz hiányzik a felszínalatti vízkészletekből, viszont hogyha azt nézzük, hogy hol lenne a legnagyobb igény a vízre, tehát ahol ténylegesen meglévő öntöző rendszereket akarnának működtetni, akkor messze a nyírség viszi a prímet, tehát az igény és a készlet között itt a legnagyobb különbség messze. A megyei közgyűlés elnöke elmondta, átfogó tanulmány készült a nyírséget érintő vízhiány kezelésére. Az éghajlatváltozás az már tény. Erre azt lehet válaszolni, egyik válasz lehet, hogy minden több vizes felületet biztosítunk a kipárolgáshoz, és ilyen módon az időjárási szélsőségeket csökkenteni tudjuk. Számos konferenciát, tudományos szimpóziumot is rendeztünk ez ügyben, és sikerült elérni, hogy az Agrárminisztérium megrendelésére 80 millió forintért koncepció tanulmánya készüljön, feltárják a szakemberek azt, hogy egyáltalán hol lehetségesek újabb vízfelületek kialakítása az Észak nyírségben. Ennek a projektnek a tervezett összköltsége több 10 milliárd forint, tehát nyilvánvalóan ez nem készülhet el egy év alatt, ez egy 10 éves távlatú munka lehet. A kapcsolódó beruházásokról Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője is beszélt. Elmondta, a megyei fejlesztési ügynökség turisztikai látogatóközpont kialakításán dolgozik. Emellett a kerékpár úthálózat bővítése is folyamatban van. Ha a kerékpár utakat ide tudjuk csatolni, Napkor, Nagykáló, Nyíregyháza, Nagykáló, Mária Pócs, mindegyik kerékpárút itt menne el a szomszédba, ilyen formán ennek a területnek a turisztikai vonzereje jelentős mértékben megnövekedne, és a kihasználtsága is. A helyszínen elhangzott, a vízfelület sportcélú hasznosítása is tervben van. Mielőtt a tó leeresztésre került, azelőtt újraélett a helyi kajakkenu sport, elindultak az edzések, hát sajnos most egy hosszabb szünet után, de újraindulnak, úgyhogy elméletileg sportcélú hasznosítása is, ahogy a víz olyan szintre ér, akkor az is el fog kezdődni. Szakemberek szerint a meder feltöltése ősszel indulhat, tavasszal pedig már a megújult harangodi tározó látványa fogadhatja az ideérkezőket.